Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Először is szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a Jupiter-Uranusz együttállás az már jóval előbb elkezdődött, csak azzal, hogy a Jupiter hátra ment, már a Földről nézve, egyébként nem megy hátra, csak a Földről nézve olyan volt, mintha hátrált volna. Tehát ennek a folyamata az itt zajlik. Mit jelent ez a két égitest? Azt mondanám, hogy mind a kettőnek van egy hasonló analógiája, a belülről kifelé tágulás. Csak amíg a Jupiternél ez viszonylag szeliden megy végbe, vagy hogy mondjam, lassabban, az Uránusznál ez ilyen robbanásszerűen jelenik meg. És azért mondtam, hogy szeretnék mindenkit megnyugtatni, mert szerencsére majd látni fogják a képleteken keresztül, hogy abban az időben a Mars bolygó a halakban valamit finomítani fog ezen a helyzeten, valamit enyhíteni fog ezen a helyzeten. Egyébként is egy nagyon érdekes energetikai helyzet alakul ki, de majd mindent szépen sorjában most elmondok. Tehát először is ugye április 1-ével indulunk, amire azt szokták mondani, hogy április a bolondok hónapja. Hát húsvét után vagyunk, ha úgy tetszik, húsvét hétfő, április 1-e, és ennek következtében a húsvéti ünnepkörben zajlik az élet. A nap majd bemegy a bikába, el fogja érni a Plutónak a derékszögű fényszögét, az úgynevezett kvadrátját. És úgy nagyjából azt lehet mondani, hogy minden, tehát történnek a dolgok, a folyamatában zajlik az élet. Van egy-két ember, aki pattog, ilyen a francia miniszter, Emmanuel Macron, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a folyamatban jól látszik, hogy a jelen pillanatban Oroszország megint összezárt. Ezt egyébként már megszokhattuk, már legalábbis aki a történelmet egy kicsit is jobban ismeri, azt tudja nagyon jól, hogy amikor úgy érzik az oroszok, hogy bajban vannak, vagy nehéz az élethelyzetük, akkor ők összezárnak. Jó lenne ezt megtanulni tőlük nekünk is, de eddig ez nem nagyon sikerült. Nálunk a történelmünkben rendszeresen vannak árulók, nem mondom, hogy az oroszoknál nem fordult ilyen elő, ott is előfordul, de össznépi szinten ők jobban össze tudnak zárni. És hát, hogy tudott Putyin ekkora nyereséget, illetve ekkora százalékban nyerni, hát nagyon egyszerű. Tudjuk nagyon jó, hogy a keleti emberek azok sokkal inkább tudnak egy ember mögé felzárkózni. Tehát a keleti embereknek szükségük van egy ilyen idealizált vezetőre, és erre én nem mondom, hogy más eszközök nem lehettek, de nem ez a lényeg, nem ez a lényeg. A lényeg az az, hogy jelenleg Putyin vezeti Oroszországot, és olyan mérhetetlen mennyiségben álltak mögé az emberek, hogy ennek következtében ő benne látják a biztonságukat, még akkor is, hogyha
úgymond háborúba vitte őket. De nyilván elmondják a... Én nem szeretem ezt a szót, hogy narratíva, mert miért nem lehet kimondani, hogy valakinek az álláspontja, valakinek a nézete, annyi rokon értelmű szó van a magyarban erre a kifejezésre. Tehát... De... Ez is a magyarságunknak az egyik nagy problematikája, hogy azt gondoljuk, hogy ha idegen szavakkal vagdalkozunk, akkor biztos, hogy emelkedettebben tesszük ezt a dolgot, vagy valahogy nagyobb nyomatékkal, teljesen értelmetlen. Tehát valakinek az álláspontja, valakinek a nézete, valakinek végül is az elmélete, csak részletekben kifejtve. A lényeg, hogy az oroszok köszönik szépen jól vannak. Európa meg lassan a földre térdepel. Hát egy biztos, Amerika elérte, hogy az a fajta kedves egymásra találás, hogy az európaiak és az oroszok úgymond egymásra találnak, az, és különös tekintettel a németek és az oroszok, hát ezt ugye ki is mondták, tehát ez benne van, ezt a Brzezinskitől kezdve jó néhányan elmondták, hogy Isten őriz, tehát erre úgy tekintenek, hogy Amerika számára az a halál, ha Európa és az oroszok egymásra találnak. Tehát hát ezt most sikerült megakadályozni. De azzal riogatni, hogy az oroszok megtámadják Európát, ez teljességgel nevetséges. És azt gondolom, hogy Vlagyimir Putyintól is távol áll egy ilyenfajta meredek hadjárat, amit mindenképpen ki kell mondanunk, hogy az egyének számára is elég kedvezőtlen állás ez a Jupiter-Uránusz. Tehát ugye mondtam önöknek, hogy sokat foglalkoztam, tényleg elég behatóan foglalkoztam a rákbetegség természetével, és feldolgoztam több mint 5000 adatot. És ennek az 5000 adatnak az egyik nagyon fontos, vagy legalábbis számomra nagyon fontos jellege volt, hogy az Uránusz és a Jupiter azok kifejezetten kedvezőek így együtt a daganatképzés szempontjából, legalábbis nagyon sok esetben az Uránusz-Jupiteri állásoknál fedezték fel embereknél a rákos daganatot. Na ettől most nem azt akarom elérni, hogy a kedves nézőkben rákfóbia alakuljon ki, hanem pontosan arról van szó, hogy amikor ki kell jönni valaminek, akkor azt ne nyomjuk vissza. Adjunk neki egy levezetési lehetőséget, próbáljuk meg rendesen úgymond kanalizálni, tehát csatornázni, de ne tartsuk magunkban. Tehát az a kérdés, hogy a szervezetünkön belül a sejtek robbannak be, vagy nekünk sem kell robbanni, de mondjuk ki. Mondjuk ki, ami bánt, mondjuk ki, ami fáj, és igényeljük azt,
hogy fogadják el a mi álláspontunkat. Nyilván a környezetünkről van szó, tehát a környezetünkben itt az ideje, hogy képviseljük magunkat, és kiálljunk a magunk, nem ezt a szót használnám, hogy igazáért, tehát hogy azt az álláspontot elfogadják, amit mi képviselünk. Nos, minden esetre a háború szempontjából ez nem egy túl kedvező szakasz, ez a Jupiter-Uránusz, de ugyanakkor, még egyszer elmondom, a Mars és a Szaturnusz, amelyek együtt fognak állni a halakban, a Mars összeköti még egyszer a szextíjét a Szaturnusznak és a Jupiternek, tehát lesznek jó lehetőségek arra, hogy esetleg megragadják a békesség irányába vezető utat. Én csak azt mondom, hogy a bolygóállások alapján lenne erre lehetőség. De aztán, hogy majd megragadják, vagy nem ragadják meg, vagy még erőteljesebben fellángol a harc, hát az Uránuszban ez benne van. De azzal, hogy a halak Mars és Szaturnusz szextilbe kerül, különös tekintettel a Mars az Uránusz Jupiterrel, ez adhatna a dolognak egy ilyen emberbaráti irányultságot, és végül akkor legalább tűzszünet idejé, legalább a tűzszünetig eljuthatnának. Na, mindegy. Miért olyan nagyon problematikus ez a Jupiter-Uránusz? Hát azért olyan nagyon problematikus, mert annak a nagy korszaknak, amit a Szaturnusz és a Jupiter együttállás fémjelez, ami 2020-ban indul el, és miután ott egy Uránusz kvadrát volt a Szaturnusz-Jupiter együttállás és a Bika-Uránusz között, így minden olyan helyzet, ahol a Szaturnusz, illetve a Jupiter az Uránusszal kapcsolódik az elkövetkezendő 20 évben, de nagyjából azt lehet mondani, hogy miután itt egy új, tehát a levegős triplicitás, a levegős hármasság jelei váltakoznak 20 éves ciklusokban, sajnos az egész levegős, tehát durván 200 évre rányomja a bélyegét ez a Jupiter-Szaturnusz-Uránusz kvadrát fényszög. Tehát ennek következtében, amikor ők egymással valamit alakítanak, az mindig beindítja ezt az első horoszkópot, tehát a 2020-as decemberi horoszkópot. Ez természetesen az egyénekre is hat, és természetesen a tömegre is, elsősorban egyébként tömegszerű a hatás, ezért is hívjuk ezeket úgynevezett mundán hatásoknak. Mundus, ugye latinul a világot jelenti, tehát a világi hatások. Nos, mit jelent az, hogy a Mars és a halak, Mars és a Szaturnusz együtt állnak a halakban? Ez minden esetre azt jelenti, hogy ez az egyébként nagyon violens, nagyon erőszakos együttállás a halakban nem kap, tehát nem tudom, most bocsássanak meg, hogy egy ilyen hülye példával jövök, de próbáltak már a vízben rugni. Tehát, hogy benn állnak, mit tudom én, egy derékig érő vízbe, és mondjuk ott rugni. Ugye a víz az hatalmas fékező erőt jelent az ilyen heves mozdulatoknál. Ugyanígy boxolni a vízben, tehát úgy, hogy a víz alatt van a kezem, nagyon nehéz úgy ütni igazából. Tehát a lényeg, amit ezzel mondani akarok, hogy a víz lefékezi az agressziót. A Mars a halakban nem tud
olyan intenzitással megnyilatkozni, és miután szextilbe kerül majd a Jupiterrel, így, és a Jupiter az ura jelenleg a halakban lévő állásoknak, tehát van esély arra, hogy valaki úgymond jobb belátásra tér. Nézzük a napokat, hogy mik vannak itt, mire hívjam fel a figyelmet. Tehát ugye az első és legfontosabb dolog, és rögtön ezzel indulunk, ugye húsvét első hete, tehát húsvét hétfőt az elseje, és az azt követő hétről beszélünk, tehát a hetedikéig tartó áprilisi hétről, ott az egyik legkedvezőtlenebb állás, hála Istennek más olyan nagyon nem lesz még, az egyik legkedvezőtlenebb állás az a Vénusznak és a Neptunnak az együttállása harmadikán. Április harmadikán. Ez azért érdekes, mert valójában ezek ilyen tipikusan érzelmi alapú félreértéseket jelképeznek, és miután itt általában azt lehet mondani, hogy az a napra érvényes mindenképpen, tehát harmadikára, de ez már érezhető lesz másodikán is, és negyedikén is. Tehát az előtte lévő nap, meg az utána lévő napot, ezt mindenféleképpen érdemes ebben végig gondolni. Na most, ami még mindenképpen érdekes és fontos, hogy a Merkur a kos jelben retrográdba lép másodikán. És ez innentől kezdve megint azt a szokásos helyzetet hozza, hogy az ügyintézések azok úgy hátráltatva vannak valahogy. Nem úgy működnek a dolgok, ahogy szeretnénk. Összességében az elsőjétől hetedikéig terjedő szakasznak olyan nagyon súlyos konstellációja nincsen, tehát a húsvétot követő első hét az nem ad még. Tehát akár mondhatnám azt is, hogy aki teheti, vagy akinek van erre módja, az akár ezt a hetet kiveheti szabadságban, vagy elutazhat, különösen kedvező lehet erre a hétvége. Műtéti szempontból, tehát ha megfelelő műtétet akarjuk elvégeztetni, akkor azt tudom mondani, hogy másodika és harmadika az leginkább a bélrendszernek a műtéti beavatkozását képviselheti, illetve kedvező lehet az alsó fogsor kezelésére a délelőtt folyam, tehát másodika egész nap, és harmadika délelőtt, vagy inkább úgy mondanám, hogy reggel tízig. Utána viszont a műtétre kedvező lehet a harmadika délutánja, csütörtök egész nap, és ötödikén 12-ig, tehát kedvező lehet a tüdő területén vagy válöv területén végzett beavatkozásra, illetve a vese területén végzett beavatkozásra. És hát ezzel nagyjából végeztünk is, hiszen 5-én délután a halakban van a hold, és ott nem jellemző már a műtét. Egyébként pedig a vízöntő holddal a felső fogsoron végzett beavatkozás lehet kedvező. És ezzel be is fejeztük az első hetét az áprilisnak. A következő héten,
8-án van az új hold. És az új holdnál már, tehát 8-án már a Mars és a Szaturnusz már együtt állnak. És együtt is fognak állni egész héten, tehát ez nyugodtan mondhatjuk, hogy ez nem kedvező a műtéti beavatkozásnak. Az egész hét nem kedvező, és egyébként pedig 10-én lesz este a pontos Mars-Szaturnusz együttállás. Azt mondtam, hogy fékező hatású a vizes állás, de azért nem veszélytelen. Mégiscsak két nagyon nehéz égitestnek az együttállásáról beszélünk, tehát ez azt jelenti, hogy egyrészt nagyon oda kell figyelni, hogy eleve retrográd a Merkur, tehát nagyon oda kell figyelni a közlekedésre, nagyon oda kell figyelni arra, hogy figyeljünk. Tehát a tudatosság az nagyon fontos, mert éppen a halak miatt van egy ilyen dekoncentráltság lehetőség is, és ez különösen problémás lehet, hogyha például közlekedésben vagyunk dekoncentráltak. De figyelnünk kell arra is, hogy hogyan áll az energiaszintünk, hiszen ne felejtsük el, hogy április van. Ilyenkor a raktárak kimerülnek már a szervezetben. Tehát ez a tavaszi fáradtság időszaka is, úgyhogy nagyon fontos minél több olyan zöldséget fogyasztani, minél több olyan vitamindús salátát, stb., ami segíthet. Itt mondanám el, hogy akiknek nincs gondjuk a tojással, nem véletlen, hogy a tojás az ugye a megújulás szimbóluma. A tojásban benne van az új élet lehetősége. Tehát drága jó nagyapám annak idején azzal tartott karban, és tényleg olyan voltam, mint egy ilyen kis díjbirkózó, hogy nem tudott más csinálni, csak spenótot, de viszont minden nap beletett egy tojássárgáját. Elkeverte a spenótomba, és ezt tettem meg minden nap. Anyám kórházba volt, és a nagyapám így tartott, hogy életben. Tehát tudom javasolni a tojássárgáját. Egy napi tojássárgája az kifejezetten kedvező. Nincs vele gond. Itt említeném meg, hogy fantasztikus, pozitív tápanyag a kendermag. Lehet most már hozzájutni, úgyhogy kérem szépen, fogyasszák azt is minél többet. Az összes eszenciális aminosavat tartalmazza, amire a szervezetnek szüksége van. És hát most már azért kezdenek a magyar üvegházi dolgok is megjelenni, tehát ez április hónapban már azért lehet kapni magyar paradicsomot is, előtte is lehetett már, de azért ezek már több napsütést is kaptak, úgyhogy megint az a kérdés, hogy magunktól akarjuk megvonni, magunktól spóroljuk el, mert itt ez a nagyon izgalmas dolog. Hát az a szervezet, amellyel én magamat azonosítom, azt táplálnom kell, azt erősítenem kell. Egyébként ugye a nap a kosban jár, tehát pontosan arról van szó, hogy újra kell egy kicsit generálozni ezt a szervezetet, újra kell építeni, erősíteni. Természetesen már együtt áll a Jupiter és az Uránusz, ezen a héten is,
Még egyszer mondanám, műtét, fogászati kezelés, az jobb, ha kimarad, a Mars-Szaturnus együttállásakor. És aztán elindul a 15-e és 21-e közötti hét, amikor szerencsére a Jupiter-Uranus együttállást, amely egyébként 20-a, 21-én következik be, ezt az együttállást egy támogató Mars sextil, ha úgy tetszik, segíti, ráadásul ugye ez egy halak Mars, a Jupiter ura ennek, és ha ránézünk erre a képletre, tessenek figyelni egy kicsit, akkor egy nagyon érdekes uralmi láncolatot látunk. Tehát a Jupiter és az Uranus a bikában állnak együtt, mint ahogy a képletből is látszik. Ennek a bika Jupiternek és Uránusznak az ura, a bika jel folytán a Vénusz. A Vénusz a kos jelben van, mint látható, és a kos ura, a Mars, az pedig a halakban van. De a halak az a Jupiternek a jele is, nem csak a Neptunuszé, hanem a Jupiter jele is. Tehát ilyen értelemben egy ilyen hármas uralmi csere alakul ki, hiszen visszaérünk a Jupiterhez. Még egyszer rövidítve, a Jupiter ura a Vénusz, a bika miatt, a Vénusz a kosban áll, annak ura a Mars a halakban van, annak ura a Jupiter. Tehát egy ilyen bűvös kör alakul ki a három égitest között, és ennek következtében mondhatjuk azt, hogy sokat leszelidít ennek a Jupiter-Uránusz együttállásnak a romboló összefüggéseiből. Ez a sextil viszont kedvező lehet egészségügyi szempontból. Mondanám, hogy ezen a héten milyen műtéti beavatkozás jöhet szóba. Az egyik ugye az a 15-e hétfői nap, ekkor kedvező lehet a külső nemi szerveken végzett beavatkozás, kedvező lehet a lábfejen végzett beavatkozás, kedvező lehet a alsó fogsoron végzett beavatkozás. 16-a, 17-e és 18-a az oroszlánban jár a hold, ennek következtében kedvező lehet a csípőn végzett beavatkozás, és kedvező lehet a fejen végzett beavatkozás. Majd 19-e pénteki napon kedvező lehet, a 16, 17, 18 a felső fogsoron végzett beavatkozás, 19-én az alsó fogsoron végzett beavatkozás, és műtéti szempontból szóba jöhet a térd, a térden végzett beavatkozás, illetve a nyaki területen végzett beavatkozás. És akkor ezzel megvagyunk a 16-tól 21-ig terjedő szakaszban. Ha valakinek az alapképletében a Szaturnusz, Jupiter nincs rossz kapcsolatban, az Uránusz, Jupiter nincs rossz kapcsolatban, akkor neki ez nem lesz annyira borzasztó. De hogyha nincs túl jó kapcsolat, akkor ez a hét, hát ez elég kemény hétnek ígérkezik. Mi a helyzet a 22-től 28-áig terjedő szakasszal? A Jupiter-Uránusz változatlanul együtt áll, és hát itt kifejezetten a 24-ét és a 25-ét említeném, ami talán a legkedvezőtlenebb nap a héten. Beleértve, bocsánatot kérek, elfelejtettem mondani, visszalapozok egy pillanatra, a nap Plutó kvadrát az 21-én válik exaktá vasárnap, tehát a nap Plutó kvadrát az
talán ez a vasárnap környéki időszak lesz a legrobbanás teljesebb. Miután a Jupiter-Uránusz együtt állnak, még a földrengés sem kizárt, pláne ez a Nap-Plutó kvadrát, és hát mindenféle ilyen kataklizmák lehetnek. És ezen belül a 24-e teli hold, és 25-én a hold a Jupiterrel és az Uránusszal áll szemben, tehát a legkedvezőtlenebb ez a két nap. Ugye teli holdnál nem igazán jó műteni, bocsánatot kérek, mivel kora hajnalban van a teli hold, így már a 23-ára is vonatkozik, és 24-ére is, tehát műtéti szempontból semmi esetre se javasolnám, de én megmondom őszintén, hogy a 25-öt se. Tehát a 22-e jöhet szóba műtéti szempontból. Elsősorban a lábszáron végzett beavatkozás, illetve a tüdő-vállöv területén végzett beavatkozás szempontjából, illetve 26-án ott szóba jöhet, a nyilasban fog járni a hold, ott szóba jöhet a fejen végzett beavatkozás, illetve a felső fogsoron végzett beavatkozás, az lehet kedvező. A hétvége az, tehát innentől a 26-ától egészen a jövő hétvégéig, tehát május 1-ig azért nem javasolt semmilyen műtéti beavatkozás, mert a Mars eléri a halakban a Neptunuszt, együtt áll vele, ilyenkor jöhetnek a félrekezelések. Tehát egy Mars-Neptun együttállással fejeződik be a hónap, ami hát rengeteg helyzetben elvétést jelent, tehát eltévesztek dolgokat, nem odafigyelek, közlekedési szempontból kifejezetten veszélyeztetett állás, például a 28-a vasárnap, de további nehéz helyzetek vannak, például érzelmileg egy rendkívül nehéz szituáció van 30-án, 1-én Vénusz-Plutó kvadrát, ezzel zárjuk a hónapot. A pontos Neptun-Mars együttállás az 29-én következik be, de hát ugye április 30-ig, május 1-ig vizsgáljuk ezt a kérdést, tehát itt már nyugodtan mondhatjuk, hogy egészségügy még igazában véve azon gondolkozom, hogy még a 26-a is elég necces. Azt mondtam, hogy ott esetleg szóba jöhet a fejem végzett beavatkozás. Inkább visszavonom. 22-e az az érdemes az utolsó ilyen műtéti szempontból. A 23-tól jobb, ha kiadjuk az egészet. Ott egy hetet megint jobb, ha kihagyunk. Nem érdemes belemenni. Nos, kedves hölgyek és urak, nagyon észnél kell lenni, viszont ha nem viselkedünk hebehúrgya módon, ahogy szokták mondani, hübele Balázs módj, hű bele, gyerünk bele, mindent bele Balázs módjára, akkor mondhatjuk azt, hogy érdemes lenne, én igazából véve a szemlélést, a szemlélődést mondanám ennek a hónapnak a mottójaként. Szemlélődni. Szemlélődni és megfigyelni a színházi előadást. Mert ez az egész egy nagy színház, ugye? Mi is színészek vagyunk benne, de most jobb, ha magunkat pihenőre tesszük, és hagy színészkedjenek mások. Hagy játsszák el a nagy jeleneteiket. Egyetlen reakcióm van így a végére. Gondoljanak csak bele, kedves nézők.
ha valaki megoszt velünk titkokat, azt lehet, hogy szeretjük. De a későbbiek során, ha úgy hozza a sors, rábíznánk a saját titkainkat arra az emberre? Költői a kérdés. Isten áldja önöket, nagyon fontos dolognak tartanám, most, hogy ezt a kalendáriumot közreadom, az energetizálás az lelki értelemben is fontos. Ez az utóirat jó. Utóirat. Menjenek fel a Tóth Árpád sétányra, mert nem sokára virágzik a japán cseresznye. Gyönyörködni a szépségben, gyönyörködni a csodában, az élet megújulásának a csodájában. Isten áldja önöket. Viszontlátásra.